Az otthon megöregedni pályázat keretében az elmúlt néhány évben 70 idős ember lakását alakították át a hegyvidéki önkormányzat szakemberei, túlnyomó többségükben önkormányzati forrásból. Az elsődleges cél, hogy a beteg, mozgásukban többé-kevésbé korlátozott emberek életét megkönnyítsék. Az otthon megöregedni programot 2017-ben indítottuk útjára. Nagyon fontos az, hogy az idős emberek az otthonukban tudjanak megöregedni, biztonságban tudjanak élni az otthonukban. Sokszor egészen bagatell dolgok miatt kell elhagyniuk az otthonukat az időseknek. Ezt próbáljuk megelőzni, ennek próbáljuk elejét venni, oly módon, hogy egy pályázat útján az idősek lakását biztonságosabbá tesszük, egészen kis átalakításokkal. Hogy miről is van szó? Sokszor küszöböket kell kiszednünk, kapaszkodókat kell beszerelnünk, egy-egy szekrényt lejjebb tenni, hogy elérjék a tányérokat, például a konyhaszekrények jellemzően magasan vannak, tehát elérjék a szekrényben lévő dolgokat az idős emberek, illetve ami nagy klasszikus, az a kádnak a kicserélése egy zuhanykabinra, hiszen ahogy egyre idősödnek az emberek, egyre inkább nehézséget okoz a kádba való beszállás, illetve aztán a kiszállás meg még inkább. Legutóbb egy németvölgyi úti lakást alakítottak át a szakemberek. A két idős és beteg lakó legnagyobb örömére könnyen használható tusolóra cserélték az ülőkádat, és más átalakításokat is elvégeztek. Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hogy igénybe vehettük, és nagyon meg voltunk elégedve, mert szorgalmasan és gyorsan dolgoztak az emberek, és kitakarítottak maguk után, nem hagyták ott nekünk a sittet, és hát sokkal szebb maga is látja. Korábban egy ilyen ülőkád volt, és nagyon csúnya, barna, tarka-barka csempe. Új csaptelepeket szereltek fel, kaptunk, a mosdó nagyon piszurka volt, hát kevés fél él, de most egy kicsivel nagyobb, úgyhogy az is kényelmesebb. Katalina testvérével él a lakásban, mindketten nagyon betegek, ezért különösen fontos volt, hogy a felújítás semmilyen módon ne terhelje őket. A munkatársaink segítenek kipakolni, és mindenben segítenek az időseknek, hiszen általában az idős embereknek ezek a járulékos dolgok is problémát okoznak, tehát kipakolni, dobozolni, ha szükséges, és aztán elkezdődik a munka maga, és aztán segítenek újra visszarendezni a helyiséget, ahol ezt a munkálatot végzik. Nyilvánvalóan például egy konyhaszekrény esetében, hogy egy konyhaszekrényt kell lejjebb tenni, a szekrény kipakolása. Tehát nyilvánvalóan attól függ az idő, hogy mennyi járulékos munka tartozik még hozzá. Az otthon megöregedni programot idén is folytatja az önkormányzat, ahogy korábban most is a 70 év felettiek pályázhatnak támogatásra. Azokat a lakásokat, amelyekben az egyfőre jutó jövedelem nem éri el a 200 ezer forintot, az önkormányzat térítésmentesen alakítatja át. Magasabb jövedelem esetén a költségek felét kell fizetni, 250 ezer forint felett pedig a tervezés költségét vállalja az önkormányzat. Az idei pályázatokat augusztus 31-ig nyújthatják be, és november 30-áig születik döntés a támogatásról. A nyertesek lakását egy éven belül átalakítják.